Mint minden évben, idén is megszervezik a népszerű Mikulás futást. Ilyenkor gyerekek, szülők és nagyszülők Mikulás sapkában teljesítenek különböző távokat a belvárosban. A Mikulás futást vasárnap tartják, ezért a Szabadság tér és Széchenyi út közötti szakasz ideiglenesen le lesz zárva, 9:30 és 10:30 között. Két irányú lesz átmenetileg a Kossuth-Ferenc utca felől a Gubodi utca, a Múzeum utca, a Teleki és a Kárpáti Aurél utca. Ugyancsak két irányú lesz a Szolnoki, Puskaporos és Köztársaság utca felől a Népkör, a Battyány utca, az Ady Endre, a Teleki és a Jókai utca. Az önkormányzat kéri továbbá az autósokat, hogy vasárnap reggel 6 és délelőtt 11 óra között ne parkoljanak a Rákóczi úton. Vasárnap lép életbe a MÁV és a Volán busz új menetrendje. Indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni. A MÁV és a Volán új menetrendje is elérhető már online. A vasúttársaság úgy hozott változásokat a menetrendben, hogy az indulási, csatlakozási lehetőségek még jobban szolgálják az utazók igényeit. A MÁV idén 131 millió, míg a Volán busz 530 milliós utazás számot vár, és jövőre vélhetően még többen választják majd a közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy 40 négyzetméteres családi házban csütörtök délután Mikebudán az Iskola utcában. A tűzoltók kiérkezésekor a ház két helyisége már teljes egészében égett, de a tűz részben átterjedt az épület tetőszerkezetére is. A lángokat a ceglédi tűzoltók eloltották, megakadályozták a tűz tovább terjedését. Az eset során szerencsére nem történt tragédia, az épületben egy személy tartózkodott, aki elhagyta a házat.